Szép jó napot, sziasztok! Ez itt a Troll Foci megújult podcastje. ipon.hu. Már 20 éve veletek. Hoppá, bácska. Na, válaszul, profi vagy, testok, profi vagy. Ez már sokadik adásunk. Állandó vendégünk Matesz Flóra, az RTL Plus Bajnokok Ligája műsorvezető nője, amit kiszoktam ugye mindig. És mindig mondja, hogy nem lehet ki, hogy nő. Igen, amúgy az csak műsorvezető, mint a színészek se szeretik, tudod azt, hogy színésznő, színész, kész. De tőled elfogadom én is. Köszönöm. Sziasztok. Itt van velünk Cinkotai Tibor Titi. Sziasztok. És Szabó Levente Zsolt. Üdvözlök mindenkit, szép napot kívánok. Hát srácok, ha jól tudom, akkor, és jól tudom, jövő héten indultok Ománba a Szokka világbajnokságra. Nem Románba, nem. Omán. Tudtok ez lényeges erről? Különbség egyébként. Ma beírták kommentbe, hogy az ománokat oda-vissza, úgyhogy... Az a baj, hogy nem játszunk velük, nem? Nem. Csoportban nincsenek. Ja, hát mikor tartunk? Jövét csütörtökön? Jövő csütörtök 10 óra. Akkor indulunk, igen. És kísérjük ki a válogatottat, és kint leszünk végig. Hát 9 napot ugye a világbajnokságon. Mi a magyar csoport? Hát Argentína, Horvátország, Dél-Afrika és Tunézia. Ez most milyen csoport? Tehát ez a keménynek számít. De a horvátok azok nagyon jók, azt tudom. Igen, ugye az van, hogy lehetett volna könnyebb csoport is, de nehezebb is. Nyilván itt a... Hát én azt gondolom, hogy a horvátok és köztünk fog eldőlni az 1-2, bár a Copa Amerikán az Argentinát láttuk, nem voltak olyan rosszak. Bármi lehet, és ugye Tunéziáról nagyon, meg Dél-Afrikáról semmit nem tudunk, hogy milyen erőt képviselnek, simán lehet egy meglepetés. Mondhatni fekete ló. Igen. Ja, nem úgy értettem. Jaj, nem, bocsánat. Nem. Szóval kint leszünk 9 napig, és ugye jön velünk Konz Bence barátunk is, és megpróbálunk folyamatosan mindenféle infókat, meg hát a meccsekről is közvetítéseket küldeni hazafele, ahol ugye Flóra és Nagy Viktor fogják itt közvetíteni a mérkőzéseket. Igen, hát tulajdonképpen ugye Viktor lesz a kommentátor, vele ugye már találkozhattak, így a szokkarajongók azért elég sok alkalommal, úgyhogy szerintem ő senkinek sem lesz ismeretlen, az ő hangja, meg az ő személye, és ami extra, hogy ezúttal ilyen kis felvezető műsorokkal is készülünk, úgyhogy kulisszatitkok, exkluzív tartalmak, úgyhogy tényleg aki velünk tart, az szerintem a VB egyetlen fontos momentumáról sem marad majd le. És ugye mindezt lehet követni a Trollfocinak a csatornáin. Azt beszéltük, hogy tehát mindenhol nyomjuk a világbajnokságot, a Facebook oldalon, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, mindenhol. Tehát a jövő csütörtöktől 10 napig a Szokka világbajnokság fog ömleni. Igen. Amíg az ománi wifi, meg a 4G engedi. Van annak egy olyan oldala is, hogy mi megteszünk mindent, amit tudunk, de ugye a technika ördöge. Csak azért van ott pénz, gondolom meg. Hogy én nézegettem az árakat, 8000 forintba kerül egy dobozos sör, úgyhogy lesz időt a munkába foglalkozni. Viszont 1 liter benzin, meg 3 fillér. Hát sokat autózunk majd. Kocsikázunk, hát mit tudunk csinálni. Hát ígyatok benzint. Ja, szóval jövő csütörtöktől Omán Szokka világbajnokság. Ja, laza, izé, 30 fok, barnulás, tényleg majd fényvédelem, ne feledkezzetek meg róla. Főleg én. Főleg te, igen. De most is kicsit piroskás vagy, igen, ez a helyzet. Leégtem. Nem is a reggeli kis pálinka miatt. Nem szoktam reggelni. Na jó van. Hát véget ért a Nemzetek Ligája csoportköre, ugye? A magyar válogatott 6 ponttal 4 rugott és 11 kapott góllal zárta a csoportot. Mi a véleményetek erről? Szerintetek ezzel a játékkal hogy tudunk tovább menni esetleg a VB felé? Vártunk vissza, Flóra. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hát, hogy most így összességében értékeljük, akkor csak a Nemzetek Ligáját? Most eljön csak a Nemzetek Ligája, aztán utána értékeljük egyébként az egész évet, mert volt egy ebbi is. Véget ért tulajdonképpen, igen, válogatott szempontjából ez az év. Hát nehéz volt a csoportunk, tehát ezt azért mindenképpen le kell szögezni, hogy nyilván két csapat, ugye Németország és Hollandia alapjáraton kimagaslott ebből a csoportból. Nem véletlen, hogy végül ők végeztek az első két pozícióban. Nekünk tényleg igazából szerintem a bennmaradás volt
volt itt az igazi tét ebben a Nemzetek Ligájában. Ugye most úgy áll a helyzet, hogy mivel harmadik helyen végeztünk, ezért nekünk ugye rájátszást kell majd vívni az A divízióban való bennmaradásért. Még ugye nem tudjuk most adásunk felvételének pillanatában, hogy ki lesz az ellenfelünk. Ugye 4 lehetséges ellenfél van, Görögország, Ausztria, Ukrajna és Törökország. Hát szó-szó, meglátjuk majd, hogy kiket kapunk. Én azt mondom, hogy összességében nekünk most tényleg ez volt a tét, hogy ne legyünk utolsók ebben a csoportban, és ez sikerült. Hát ez a realitás mondhatni, nem? Hát tehát, tulajdonképpen igen. Ezek a csapatok azért nyilván előttünk vannak, előttünk járnak. Most igen, beleszaladtunk a németek ellen a késbe, az mindig egy nagy kés volt. Még mindig ezt mondom. Hollandiába ki lehet kapni, viszont igen, így, ahogy kikaptak a srácok, az szomorú volt, ugye. Tehát én lehet, hogy én abban a lelki állapotban nem is folytattam volna a mérkőzést, úgy Szalai Ádámnak a rosszul létéről beszélek. Igen, az egy eléggé drámai pillanat volt a mérkőzés már elején, és hát az valószínűleg meg is pecsételte. Hát szerintem az teljesen sorsát ennek az kimenetelnek. Ugye, hogy folytatódott, ugye Hajdubi is bemondta, hogy azért megy ki a bíró, hogy megnézze, hol szakadt félbe a játék. Hát na jó, hát ez a balsós, akit régen tép, ugye, tehát hogy ott van egy ilyen nagyon-nagyon szomorú, tragikus helyzet, és akkor meg utána büntetővel jönnek. És de tényleg ott egy ország fölkapta vizet erre a Wout Weghorstra. Igen. És jogosan egyébként. De én azt mondom, tehát rúgja be azt a büntetőt, tényleg rúgja be, de most leverni egy olyan gólőrömet, mint a VB-t nyert volna, igen. Tehát az még az is elfogadható. Eléggé etikátlannak minősíteném én is. Igen, még az is elfogadhatóbb lett volna, hogyha csak úgy összeölelkeznek, lepacsíznak, mert nyilván mégiscsak megszerezték a vezetést, persze. Tehát valószínűleg ez egy természetes folyamat, ami lejátszódik ilyenkor egy játékosban, hogy örül a góljának, csak nem feltétlen kellett volna ezt igen ennyire kifelé is. Hát a Weghorst sem volt az eszéről híres, tehát hogy igen. Ez van. Igen, és lehetett volna sportszerű. Ez rémisztő, nem? Azért most mi magyarok tehát rövid időn belül átéltünk kettőjét, és ugye Varga Barna, Szalai Ádám, tehát bízunk benne, hogy azért nem fog többet előfordulni ilyesmi a pályán. Hát igen, vagy a pálya szélén sem, mert most ugye pont a Szalai szegénnyel, ugye, úgyhogy már nem játékos korában történt ez az eset, de hát iszonyatosan ijesztő volt, és én azt nem értem, hogy ilyenkor nyilván egy rendező készíti az adásokat, hogy miért kell kiadni élőbe azt a képet, na, ahol látszódik az, hogy valaki rosszul van, tehát hogy nem tudom, ezeket annyira jó lenne valahogy a közvetítésből kiadni, mert ez szerintem olyan szinten magánügy, hogy akkor ott mi történik. Így is nagyon sok ember látja, aki nem tartozna rá ott a helyszínen, de hogy ezt a TV közvetítésből annyira jó lenne, hogyha ki lehetne valahogy ezeket hagyni, mert nem tartozik egyszerűen ránk. Ugye Eriksennél is az volt, amikor rosszul lett, hogy ott is látszódott az arca, hogy teljesen össze van omolva az ember, és ott is végigment a közvetítésbe szinte. Igen, hát a Varga Barna esetet meg még vissza is lassították. Tehát, hogy... Igen, ez többször is. Emlékeztek a Lovrencsics horrorsérülésére? Ott is a tévébasszus, hát ott mutatják közelre, hogy szegény csávó, ott nincsen magánát. Én nem is értem az ilyen rendezőket. Hát igen. Jó, mondjuk lehet, hogy egyébként ők sem tudják, amikor odavágnak, tehát hogy biztos abba bíznak, hogy... Hát igen. Igen, igen. Na mindegy, szóval ezek nagyon szomorú esetek, és ne legyen ilyen, mert nagyon rossz ezeket kívülről is. Térjünk vissza akkor egy picit arra, hogy ugye A-ligában bennmaradás, ugye Görögország, Ukrajna, Ausztria, Törökország, ti kinek örülnétek? Még annyival kiegészíteném itt az előbbi gondolatmenetet, hogy én tök örülök, hogy megint ennyi fiatal kapott lehetőséget Márko Rosztitól, és ugye én is pályára léphettem, Szabó Levendő is pályára léphetett a válogatottban. Mert te azért elég sokat vártál. Hát, igen, több mint 40 évet, de azért ott vagyok. És nem tudom, megfigyeltitek-e azt, hogy a németek, mert azt hiszem már vezettek, ha minden igaz, és akkor úgy cseréltek, hogy beállt egy arzenálos, egy Leverkusenes, meg egy Bayern Münchenes, és Magyarország meg úgy cserélt, hogy beállt egy MTK-s srác, meg egy DVT-kes. Igen. Ez tök jó. Igen, abszolút. Fölveszük a harcot ezek a top csapatokkal. Igen. Meg egyébként hazai pályán, ugye most ez a németek elleni ugye itthoni legutolsó mérkőzésre utaltál, hazai pályán egyébként 2022. szeptember óta veretlenek vagyunk.
Úgyhogy azért ez már egy nagyon szép széria, és ezt most ugye az utcsó meccsen a németek ellen is meg tudtuk őrizni, és szerintem ennek az utolsó mérkőzésnek amúgy pont az volt a tétje, mert úgy kvázi a csoport szempontjából már ugye nem volt, tehát a helyezések azok már adottak voltak, azon nem lehetett már változtatni, de szerintem az volt a tétje, hogy pont a hollandok ellen ilyen sokból, meg abból a nagyon letargikus állapotból ki tudunk-e kecmeregni, és szerintem ezen a téren nagyon szépen vizsgázott a magyar válogatott, és tényleg csúsztak, másztak a srácok ezért az egy pontért, és megérdemeltük. Úgy kecmeregtünk ki, hogy a 99. percben egy pányenkával gyerekek. Igen. Tehát az nagyon-nagyon üdvöl brutális volt. Mondjuk a sztorihoz hozzátartozik, hogy néztük ugye a szokásos helyünkön a meccset a 134-es szektorban, és Sárolyi Ádám barátunk szomorkodott, hogy elment neki a szelvénye, és hirtelen így föltámadt, mondom, mi van? Azt mondja, hogy Séfer sárgalapot kapott, úgyhogy az már jó, marra rakott, és hogy Szobó gól. És majd filóztunk, hogy most akkor vesszen a haza, vesszen mindenki, de Sárolyinak a mixe ne jöjjön össze. De hát azért ugye Szobosz, hát az miről árulkodik, gyerekek, hogy a 99. percben megmer egy ilyet lépni? Hát elkérte a díjavetítőt, és befűzte az oktatófilmet. Ennyi. De mondták egyébként, utána nyilatkozta, hogy ő ezt már előre tudta. Tehát, hogy volt erről már szó így edzésen is, hogy ha lesz büntető, akkor így fogja rúgni. Úgyhogy a csapattársak is tudták. Igen, úgyhogy ez egy lebeszélt sztori volt. Mondta is, hogy Szappanos nem örült neki, amikor edzésen. Igen, belegyakorolták. Igen. Na és kinek örülnétek akkor, hogy visszatérjünk a kérdésre? Hát nagyon-nagyon kemény csapatok. Tehát, hogy Görögország, Ukrajna, Ausztria, Törökország. Kezdte Titi, aztán majd mondom én. Hát szerintem a legnagyobb szansunk a görögök ellen lenne, azt gondolom. Mert abból indulunk ki például, hogy az osztrákok milyen jó voltak az EB-n. Az meleg lenne, viszont ez a görög csapat annyira nem jó most. Hát megverték az angolokat. Hát mi is. A Wembley-be. Szóval én a görögöknek örülnék a legjobban. Török meleg, ugye? Uh-huh. Ott bármi lehet tényleg. Kifognak egy olyat, hogy jobb napuk van, szerintem azok is bárkit. A görögök ellen van a legnagyobb sansz a csapatnak. Én valamilyen most a sógorokat akarom megint. Nem tudom, van egy tök jó megérzésem, így visszagondolok ugye arra a bécsi meccsre, azt hiszem Király Gábor is debütált, és 11-es fogott. Hogy megláttam itt Ausztriát ebben a felsorolásban, én rögtön őket mondtam. Oké, hogy bitangerősek, nagyon kemények, viszont mi is jók vagyunk szerintem. Jók vagyunk, ez egyértelmű, de szerintem játékerőben a törökök meg az osztrákok azért ebből a négyesből felfele lógnak ki. Tehát a törököknél most van egy olyan fiatal generáció, akikkel én nem feltétlenül Arda szeretnék. Güler, vagy hogy hívják? Arda Güler, Kenan Yildiz, aki ugye a Juventusban most azért elég jó teljesít, úgyhogy én őket, ha lehet, akkor ne. Én az osztrákokat sem szeretném, tehát ott azért Bundesliga játékosok gurigáznak. Meg nálunk is. Igen, van nálunk is kettő, valóban. Szóval nem feltétlen. A görögök szerintem azért becsapósak, mert ők egyébként a saját csoportjukba pont egyenlőséggel zártak az angolokkal, és csak az angolok csak a jobb gól különbségüknek köszönhetően kerültek az első helyre. Úgyhogy az is necces ebből a szempontból, vagy legalábbis itt most jó szériájuk volt, és az e közül a négy csapat közül az ukránok szerezték a legkevesebb pontot a saját csoportjukban, úgyhogy ez alapján, a logika alapján én az ukránokat mondanám, hogy talán ellenük lenne a legtöbb esély, de hát ugye ezek a mérkőzések jövő márciusban lesznek, addig meg még nagyon sok víz lefolyik a Dunán, úgyhogy hát nehéz most így novemberben szerintem jósolni erre. Priti? Igen. Igen. Megjöttünk. Ausztria vagy Ukrajna, én is ugyanezt a kettőt mondanám. Őket úgy talán szerintem olyan verhető csapatnak látom. A görögök azok, ahogy ti is mondtátok, hogy azért ez egy kicsit ilyen nekem legalábbis. Hát ilyen Balkán, tudod, hogy vagy kifog egy tök jó napot, vagy aztán nagyon vered hat semmi, múra. Viszont a törökök ellen nem tudom, hogy mennyi esélyünk lenne. Igen, és ugye ez oda-visszavágós rendszer, tehát hogy ugye... És ugye az a jó, hogy ott kezdünk, és a visszavágó meg Budapesten van, igen. Vagy Debrecenben, ki tudja. Ugye lesz egy azaria koncert, akkor... És akkor mit választanátok? Maradjunk az A csoportban, és akkor kedvező kosárból, kalapból kapjuk a VB sorsolást, vagy kiesünk a B-be, és akkor esetlegesen egy román oda-vissza. Ez tegnap merül föl ez a kérdés, mert sokan írták be a Trollfocira, meg így barátokkal is beszéltünk, hogy itt vagyunk ugye az A csoportban, és hát ugye
ezek közül meg kéne verni valakit, hogy itt is maradjunk, és akkor, tehát, de akkor is a B kalapba leszünk ugye a VB sorsoláson. Fúj, már elvesztem most ezek én között is, a kalapok minden, között. Na, a lényeg annyi volt, hogy mi lenne, hogy kiesnénk ugye akkor a B ligába, és akkor a románok ott vannak, és akkor velük lehetne ugye játszani. Ez a Nemzetek Ligája. Igen, pontosan igen. Arról beszélek. Igen. És hát ilyen, kiraktam egy ilyen szavazást, és 60-40 arányban, ugye az, hogy inkább maradjunk a mostani helyünkön, az NL-nek az alcsoportjában, és majd a románokat valamikor majd a világbajnokságon megverjük. Hát vagy majd egy EB selejtezőn, vagy egy EB-n. Itt is összejöhet. Hát... Most lehet, meg fognak kövezni. Olyan rég játszottunk már románokkal, igen, nem? És most akarom. Nagyon vernénk őket, igen, szerintem. Igen, és szerintem ez jobb lenne. A VB-re egy is ki fogunk jutni, nekem az a véleményem. Én hát azért meleg. Hagyd legyek meg kicsit optimista, és... Hát az voltál egy igen. Csomó emberrel. Ja. Máté Csabával, és aztán láttuk, ugye mi lett belőle, de... Jó. Szóval én azt szeretném, hogy B-csoport. És a románokkal játszunk együtt, olyan rég játszottunk már. Puskásban játszottunk már velük? Az újban nem. Nem. Na hát akkor itt az ideje. A Grupamában játszottunk velük, azt hiszem egy 0-0-át, vagy egy döntetlen volt, az biztos. Jó megverni őket. Jó lenne? Élveznéd? Élvezném. Ló? Hát én egyértelműen azt mondom, hogy maradjunk az A-ligába, és próbáljuk meg a lehető legkönnyebb utat megtalálni a világbajnokság felé. Szerintem ez így sem lesz egyébként könnyű, de én azt gondolom, hogy most már tényleg olyan régóta várunk rá, tehát már 40 éve várunk arra, hogy ott legyünk egy VB-n, úgyhogy én ezt semmiért nem cserélném el ennek a sanszát, még egy románok elleni győzelemre se. Bocsi. Meg egyébként mi garantálja, hogy egyébként megvennénk a románokat? Mert pont ezeken a meccseken szoktunk ilyen 97. percbe gólokat kapni. Hármat, 2 perc alatt, szóval... De nem, de most... Az új generáció még nem játszott. Igen. Úgy nőttem fel, abban élek... Hát a szlovákokkal játszottunk VB-selejtezőt, és oda-vissza kikaptunk szerintem. Én úgy emlékszem. Itt van kettő, pontosan. Csak nem tudom, már szeretnék ezen is túl lenni, hogy egyszer a románokat jól verjük meg. Ja, persze, hát erre mindannyian vágyunk, de nekem azért a VB az feljebb. Prioritás van. Így van. De és mit szóltok ez a Kerkez Milos Marco Rossi beefhez? De most nem azért... tudom, hogy beefhez, szerintem ezt, én azért nem is foglalkoztam vele a trollfoci, mert nem tudom. Mondjuk, ugye Marco Rossi is fogalmazott, hogy Milos nem hívta föl telefonon, ugye a klubtól jött egy, nem tudom, kvázi egy e-mail, hogy bocsi, a fiúnak szar a lába, nem tud menni. Ja, csak hogy helyezzük kontextusba, hogy ugye Rossi nyilatkozta, hogy ugye Kerkeznek nem prioritás a válogatott a Nemzetek Ligájában való szereplés terén, pedig ugye nekünk, mondta Rossi, nagyon fontos a Nemzetek Ligája, szóval azért ezzel most egy kicsit odaszúrt neki, mert hogy elvileg sérülés miatt, bocsánat, csak befejezném, sérülés miatt ugye Kerkez, ha bár kapott meghívót, egyébként az októberi Nemzetek Ligája meccsekre és meg a novemberiekre, és végül ugye nem jött el. Ugye sérülés miatt ez volt az indok, de most Rossi oda szúrt, hogy szerinte azért itt az volt a háttérben, hogy ugye Kerkez a Premier League csapatát részesíti előnyben. Szerintem inkább arról szól, ugye, jaj, bocsánat, mindig elhajolok, hogy ezt szokja. Szerintem inkább arról szól, ugye, hogy nagyon sok a átigazolási pletyka most körülötte, és lehet, hogy nem is Milos egy személybe döntött arról, hogy most hagyja ki ezeket a mérkőzéseket, hanem ugye itt rebesgetnek Manchester United-ot, amelyik nem oda megy. Pont ma jött aki a Fabrizio Romano, nem tudom, láttátok ma? Nem is tudom, hogy pont a Milost írta ki, hogy keresik Liverpoolból. Igen, ezt már én is sok helyen lehet, hogy inkább ez ennek szól ez, csak hát ugye ezt akkor le lehetne kommunikálni, csak az meg hülyén néz ki. Most ugye sokan azt hiszik, hogy itt egyedül csak Kerkez Bíros van a képletben, nem? Gondolom, van neki egy menedzsere, egy menedzsmentje. Ja, persze. Viszont tehát senkinek nem jutott eszébe, hogy odaszólni Rosszinak, hogy figyelj, tesó, nem tudunk jönni, ne haragudjatok, ezt a két meccset valahogy bekkeljétek ki nélkülem, vagy nélkülünk. De ez szerintem maximális tiszteletlenség, hogyha ez így is történt, hogy oda küldött a Bournemouth, vagy Bournemouth, vagy Bournemouth. 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 Egy e-mailt a szövetségnek, hogy na akkor a gyerek nem fog jönni.
Tehát, és ugye volt Milosnak az a képe, hogy ült a Dézsába. Ült a Dézsába, a székely Dézsába, igen, és akkor nyomott egy ilyen jelet, nem tudom, biztos, hogy nem a Rosszinak, és ezt annyira nem szeretem, az újságírók keverik a szart, hogy ezt fölkapják. Én direkt nem foglalkoztam ezzel a témával, mert szerintem ebben nincsen ennyi. Szerintem sem, meg egyébként tényleg lehet azt tudni, hogy elvileg tényleg ilyen injekciókkal játszott már így az utóbb. Tehát a térdével van valami probléma, és hogy már eleve így injekciókkal játszik, de amúgy meg tényleg nagyon jó szezonja van a csapatának is. Manchester Cityt vertek, meg nem is tudom. És hogy játszott azon a meccsen? Te atya úristen. És abszolút élvezi a bizalmat, úgyhogy tehát most tényleg élete szezonját futja, úgyhogy talán ebből a szempontból azért érthető. Én nem értem meg ezt az biztos, hogy nem. Hogy emiatt mondjuk erre a négy meccsre távol maradt? Így van, nem értem meg. Tehát ugye a megy piros mindig az első, szerintem legalábbis. Most oké, hogy modern futball van. Hát várjál, hívjuk fel Kylian Mbappét, ja, és kérdeztük meg őten. Hát igen, csak ő hát, ja, mert különböző okok miatt. Hát ugye erről már ugye Gula kapcsán is, ugye jó más a szitu, mert nyilván Gula már egy 34 éves játékos, igen, aki már tényleg mondjuk az utolsó idényeit tapossa. Volt egy nagy sérülése, nem akar újra sérülni, és akkor ez meg a másik fel, hogy itt van egy 21 éves játékos, aki élete szezonját futja, és lehet, hogy élete díjét készül tök megkötni. Tök jó, annyi, emelje fel a telefont, és így hello Márko, csáó. Igen, a kommunikáció ennyi részét azt én is abszolút hiányolom, amennyiben ez nem történt meg korrekt módon. Hát de ez is lehet, hogy nem az ő hibája, hanem a hátországának. Viszont lehet. Én Rosszit is kicsit úgy felelősnek tartom. Amúgy én is azt gondolom, hogy ez ilyen felesleges odaszúrás volt. Igen. Kicsit. Igen, nekem ugyanez megint az a olasz vér. Megint előre. Én nem foglalkoztam ezzel, és engem nem is érdekelt igazából ez a sztori. Én magát Kerkez Miros sem szeretem, mint játékos, meg az egész játékát. Én nem tudom. De miért nekem, nem? Nem tudom, nekem egyszerűen én föláll a hátamon a szőr tőle. Milyen csalódtam, de jó. Hát akkor most picit különleges. Nem szeretem, egyszerűen nem tudom miért. Ezért majd biztos rengeteg negatív kommentet fogok kapni. Hát te Joe imádó vagy, hát ennyi. Ennyi. Most erre nem tudok mit mondani. Amúgy én is kedvelem a Joe, de attól még nem. Nincsen ellenszemben, ma a Kerkezzel szemben se. Jó, nagyon ügyes játékos, elismerem azért azt, hogy... Történt valami Bournemouth Manchester United meccsen? Vagy mi? Nem, semmi. Nézzétek meg. Szerintem a kutya itt van elásva, tehát hogy... Lehet egyébként, hogy kicsit. Jó? Nem, ezért nem is nagyon foglalkoztam vele. Az, hogy most nekik volt egy ilyen kis összetűzésük, oké, legyen. Tényleg a kommunikáció az talán nem volt a leghelyén valóbb, amit nyújtott a Kerkez Milos ugye Marco Rossi felé. Marco Rossi meg úgy felvette ezt, nagyon fölfújta a média is. Nem hiszem, hogy ebben ennyi, olyan sok minden lenne. Kerkez valamit hozzáadott volna a meccsekkel szerintetek? Hát ez így, már nem. Akkor nem tudom, hogy csak 4-1 lett volna, hogyha valamit. Hát most játszik. A Joe-ról kaptunk egy 10-it. A németek ellen a másodikat, ugye az elsőt a Nikicserről kaptuk, kezezés, a második meg talán a Joe-nak volt visszabajt. Holland? Németet mondta. Hát mert a németek ellen. Ja, holland, bocsánat, igen. Na, sorry. Szóval a hollandok ellen a második 10-it, igen, köszönöm, kaptuk ugye a Joe-ról, de jó, tehát valószínűleg annak a mérkőzésnek sajnos úgyis vereség lett volna a vége, mert beszéltünk róla, hogy a lelkiállapot sem olyan volt, de hát ezt szerintem nehéz megmondani, hogy most mi lett volna, ha persze. Ő van ott. De mondjuk szerintem egy fecske nem csinál nyarat. Tehát, hogy van mit tudom én, 15 millió magyar, és 14.999.999 szerint tök jó, hogy a Milos van a válogatottban, de a Fricsi szerint nem. Mit keres ott? Ennyi. Mit keres az ott? Anti-Kerkez fan klub. Azt én meg fogom alapítani. Azt ad, ne csapod, Zolika, idejön és ráverekezedre egyet. Délután már fent lesz a Facebookon az új oldal. Akkor folytassuk azzal, hogy hát folytatódnak a bajnokságok. Úrra! Kecskemét, Debrecen, hát egy kieséses rangadó. Kicsit már vártam, hogy jöjjön vissza ez az időszak. Igen? Miért? Hát gyerekek, hát itt óriási dolgok vannak, basztus. Hát egy Kecskemét tegnap még a, nem tudom, európai kupaporondon harcolt, most meg mennek a Kispest után, ugye Debrecenben most már nem tudom, hogy mi van. Fogalmam sincs, hogy mi van. De most találkoztunk egy csomó Debrecen szurkolóval, és én azt hittem, hogy ők kvázi azon az állásponton vannak, amin én, még ugye te is mesélted, hogy a Vitfona Fradi debreceni előadásán, hogy a Debrecen szurkolók így nem nagyon
vannak megelégedve. Nagyon paprikás volt a hangulat, amikor így felhoztuk ugye a debreceni csapatot, és így mondtuk is, hogy hát ne haragudjatok, de akkor ezzel nem viccelődnék. De nyugodtan lehet viccelődni, főleg Zsuzsival. Zsuzsival? A hazai pályán érkezik. Igen, tehát hogy így, amikor így felkiabálnak már egy előadáson a nézők, hogy nyugodtan, az ott egy kicsit azért úgy összeszűkült a púzón. Jó, hát most szerintem nem kell egy ember nyakába varni az egész csapatnak a szereplését. De hát igen, kiesési rangadó is lesz ugye Kecskemét, Debrecen gyerekek. Alig várom már azt a mérkőzést. Csinálunk valamit hétvégén? Nem, meccseket fogunk nézni, remélem, úgyhogy... Igen. Viszont egy kicsit azért Gerárról is beszélhetnénk, aki úgy most ugye a Kecskemétnek az edzője. És tehát, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy ezt az embert nem tudják méltó helyre tenni. Igen. Tehát, hogy nem igaz, hogy nem találnak neki egy olyan pozíciót, amiben ő tényleg egy olyan polcon tud lenni, ahol amit ő megérdemel. Tehát, hogy tudom, a Vasas után most ez megint egy nem jól kinéző történet. Persze nyilván ez még változhat, meg átfordulhat, de én annyira szurkolok neki, mert Trengera, tehát játékosként egy olyan örökséget hagyott maga után, hogy azért tényleg, aki a nyomába akar érni, annak nagyon fel kell kötni a gatyát, és én nagyon szurkolok neki, hogy tényleg így a pályán kívüli karrierjében is végre találja már meg azt a pozíciót, amiben ő tényleg ki tud teljesedni. Szerintem Gera Zolinak kettő dolog lenne jó. Az egyik, hogy az MLS találna neki egy olyan pozit, hogy nem tudom, kiküldi külföldre, kezet fog mindenkivel, átad pályákat. Igen. Egy sportdiplomáciai szerepet adnék én neki, mert tényleg ő 100%-osan megérdemli azt, hogy képviselje a hazánkat bármilyen szinten, akár ilyen rendezvényeken is, vagy nem tudom, második opcióként beraknám a Fradihoz edzőnek, mert nem tudom, beraknám ezt a szokka üdítő italt, az is dobogos lenne a Fradival. Ez a kedvenc hasonlatod, ez már volt. Ez már volt. Mert pont itt van előttem, basszus. És nagyon finom, frissítő. Igen, másfél egyébként nem tudjuk, hogyha mondjuk Carlo Ancelotti vezetné most a Kecskemétet, akkor ő vajon jobb eredményeket tudna elérni. Nem hiszem, sajnos. Ebből a szempontból azért meg kell védeni a Gerát, mert azért a Vasasnak volt, igen, tehát a Vasasnál is azért rezeg a lézben, most ugye Pintér Attila? Na, most már neki most azért felfele jönnek, igen, de azért hát, na, tehát ott is azért kellett idő meg a körülmények, úgyhogy... Hát tudjátok képzelni, hogy Gerában vagy az öltözőbe, és neked üvöltözni a játékosokkal? Hát nyilván nem, neki nem hiszem, hogy ez a stílusa. Érkezik be, hogy egy hátraszaltó. Hát mert ő meg tudja mutatni. Ő meg tudja mutatni. Ki nem tudja megmutatni? Paulo Sousa, ugye nyilván. De nem. Nem tudom, tényleg, én nem látom benne azt a most nyilván tévedek, de nem, ő nem edzőnek való szerintem, tényleg. Menjen, fogjon kezet elnökökkel, miniszterelnökökkel, az UEFA-ba, FIFA-ba, de... Én ezt nem mondanám így feltétlen, hogy nem való, csak lehet, hogy eddig nem a megfelelő helyekre került, vagy nem a megfelelő ajánlatokat kapta meg. Köszönöm szépen. De hát még azért hosszú a szezon, szóval még itt nyilván a Kecskeméttel szerintem lehet, már ebben a szezonban az lesz a cél, hogy legyen meg a bennmaradás. Ha sikerül, szerintem egyébként az már siker. Tehát az már egyértelműen. Ezt NB1-et nézitek, szerintetek ez a Debrecen meg a Kecskemét nem fog kiesni a francba? Figyelj, várjuk meg, most a debreceni bemutatkozik az új edző. Jaja, Maestro. Nestor el Maestro. Vadon Jani. Igen. Azt láttátok? Vadon Jani is megosztotta a posztot. Igen. Valami kis idét is jut az. Nincs több vereség, nincs több broki, újra bajnok lesz a Loki. Hú, ez a pali. Azért én átnéztem, gyerekek, figyelj, most olvasom nektek, 2006 óta tartó veretes pályafutása, Sánke 0-4, mondaná az ember, ez tök jó dolog, de hát ugye nem, ami másodedző volt. Igen. Hannover, Hamburg, Ausztria, Wien, és itt a Spartak Turnovával, vagyis Nagyszombattal, aztán bajnokságot nyert, és pont a Marco Rossit előzték meg, aki a Dunaszerdenek az edzője volt akkoriban. De most nézitek tovább, hogy Sturm Graz, Altavon, kisebb írom olvasni, Göztepe, oké, CSKA, Sofia, és megjött Debrecenbe. De hogy... Igen, a CSKA, Sofiánál kétszer is volt ott szerették. De mindig csak egy szezonokat töltött el egyébként. Tehát olyan egy szezonos edző. De tűzoltás gyerek. Igen, abszolút tűzoltás. De más célja nem is lehet. Tehát... Hát meg ezt az edzőt jövőre egy balkáni podcastbe ugyanúgy fogják kapni. Debrecen! Szóval ez nem lesz sokáig.
Jó esélye. De hogy nem tudom. Akartam nagyon csúnya hasonlatot. Na, mondjad csak. Nem, ez a Szarvasföldre is lehet tüzet oltani, de nem tudom, ez... Nem fogja megváltani a világot, ebben biztos vagyok. Hát nem is ez a cél, tehát mondom, szerintem egyedül az, hogy valahogy hasoncsúszva bennmaradni az első osztályba. Semmi más cél nincs. Mondjuk egy akár egy magyar szakembert idehozni. Most esküszöm, hogy az edzőkeringővel itt nem lesz volna gondom. Most hát azért, mert ott volt ugye Máté Csaba, ugye Titi kedvenc edzője, akinek szegénynek nagyon nem jött össze, tehát hogy... Lehet, hogy mint ami Gerát kellett volna odarakni, mert Gera meg a Dzsuzsák páros az működik. Hát vagy miért nem hagyták akkor ott ennyire a Dombi Tibit, tehát... De ő meg szerintem nem biztos, hogy akart volna vezetőedző maradni egy teljes szezonra, tehát ő ebbe a megbízott edzői státuszba szerintem tök el van, meg szerintem neki nem is feltétlen az a szerepe, hogy a mostani csapat sikertelenségére elvigye a balhét. Tehát ő azért meg küzdött eleget. Nem akarta, hogy őt dobják rá a tűzre. Hát szerintem nem, de amúgy ez valahol érthető is. Tehát. Meg volt neki ugye egy csodás egy-egyet játszottak a Fradival. Talán az volt neki ilyen nagy sikere ebben a mostani ilyen köztes időszakában, amikor ugye irányíthatta a Lokit. Hát most meglátjuk, hogy mit nyújt ez az új edző, de mondom, szerintem ugyanaz, mint a Kecskemétnél, hogy valahogy bennmaradni. Hát hogy ez hogy, az hogy, óriási kérdés. Hogy van a sztoria neki, hogy szégyelte a szerb nevét, és akkor fölvett valami Smith? Lehet, hogy John Smith. John Smith. Kb. Very good. És akkor jött ez a Nestor El Maestro. De ez nem tudom, hogy valami ilyen vagy DJ név, vagy én szerintem egy kicsit más hangulat. Ilyen travibárból kijöztud, és így táncolt. És a következő fellépőnk Nestor El Maestro. De a Nestor ez egyébként az eredeti neve. Tehát az ugye az eredeti, a Maestro, ami nem. Nestor Smith. Nem, valami Nestor, valami volt neki, és akkor lett ez az El Maestro. Hát most, ha már nevet változtat, te mire változtatnál, hogyha mondjuk edző lenni, és elmenni egy idegen országba, megmentőnek egy kieső csapathoz, akkor... Most megfogtál. De Levi El Maestro. Edző, hát akkor Marco Rossi Junior. Ja. Vagy Carlito Ancelotti. De ez a El Maestro, tehát hogy saját magadat nevezed mesternek. Az a Maestro, az mester, gondolom. Tehát igen, az valószínűleg minden nyelven azt jelenti, igen. Úristen. Fú, megnézzük a Maestrót, mit fog alkotni. Hát de ez lehet, hogy egy ilyen önbeteljesítő jóslat, hogy ez a neved, és akkor ilyen no-man, ez to-man, és lenyilatkozta, hogy már nem tetszik neki annyira ez a név. Hát akkor majd megváltoztatja a következő osztályban. Ez már rutinos benne. Tudja, hogy melyik sorba kell állni. Nestor, don't be Dzsuzsák. Jaj, amúgy én most szégyellem magunkat. Olyan gondoszak vagyunk. Úgy se érti. Majd kivágjuk. Na minden, sok sikert a Debrecennek és a Kecskemétnek, mert amúgy hajrá. Ennél már csak felfele vezet az út szerintem a jelenlegi pozíciónál. Aztán majd kiderül nyilván, de én amúgy szurkolok nekik. Te pénzszurkoló vagyok, tehát hogy lehet menni lejjebb is sokkal. És a Premier League-ben a Manchester Unitednál is egy új edző fog bemutatkozni, ugye? Most hátradőlök. Ruben Amorim. Vártad, mint a messiást, mi? Őszintén szólva, igen, nagyon vártam, de inkább azt vártam, hogy a kopaszt elküldjék. Arról volt is egy rövidke megnyilvánulásom, hát aki igen, látta, aki nem. A Facebooktól elkezdve a TikTokig, az Instagramig mindenki tiltott azt a videót, a közösség irányelvek megsértéséért. Köszönjük, Frigyes. Én voltam, felvállalom. Gyűlöletbeszéd, vagy mi volt? Gyűlöletbeszéd, igen, mert a kopasznak nagyon sokat emlegette az anyukáját, meg közben hálás volt, hogy elment a anyukájának a nem tudom miébe. Tehát... Finoman fogalmaztam akkor még. De egyébként Ten Hagot is így fogadták annó, szóval ezt se szabad elfelejteni, hogy ő is megváltó. Ezek ünnepelnek mindenkit. Persze. Azt persze. Nem ezt majd meglátjuk. Kicsit olyan ez már, mint a Debrecen. Csak legyen valaki új. Kettő hónap múlva Manchester United új edzője, Nestor El Maestro. Nagyon szép lenne. Azért amúgy bátor az Amorim, hogy azt a Sportingot, amelyik hasít, mint az állat, hát Gyökeres Viktor Ufo. Tehát, hogy most is a Nemzetek Ligájában 6 meccs, 9 gól. Annyira nagy fánja lettem a srácnak, hogy ez valami hihetetlen. Mindig nézegettem, igen. Ja, nagyon menő. Brutális. Így van, így van. Úgy, igen. Igen, nagyon menő. Miért tudtad?
Azt nem tudom. Szóval azért bátor az Amorim, hogy ezt a Sportingot is szezon közben csapott papot ott hagyta és eljött. Igen, ez bátorság tőle. De jó, nyilván. Lehet, hogy úgy volt vele, hogy nem csak feltétlenül a pénz, hanem tényleg egy ilyen nevű klubhoz igazolhat edzőként, és akkor most itt ő neki egy olyan lehetőség ugródeszka adódik. Így van. Meg ez a szar Manchester is. Ja. De szerintem azért, amennyire ez ugródeszka lehet, ez annyira rizikós is. Na most. De én szurkolok amúgy tényleg, azért a Beckham Giggs Scholes korszak bennem maradt nagyon. Tehát, hogy 30 éve jó van. Volt. Ezt azért megjegyeztem most neked. Ma ne szólj hozzá. Jó. De mit akarok két mondani? Két cukorral iszom a kávét tejjel. Hogyan ment át a Manchesterbe, hogy agyonverte a Cityt. Igen. Hát ennél nagyobb... High bitches. Tehát az, hogy átjön a Unitedhez, előtte még azért agyonveri a Cityt, ez így minden United szurkoló számára, ez egy ilyen óriási dolog volt, mert így már a szívembe loptad magadat. Igen, pontosan. Mondjuk egy gyökerest még átfihetne hozzátok, és ne csak hagyjam az alig, nagyon csúnyán néz rád amúgy te. Annak még nagyon örülnék, hogyha esetleg egy gyökeres jönne a Unitedba. Azt is el fogják venni szerintem. 100%. Biztos. Az utolsó el. 100%. Mi most azt találtuk ki, hogy ma visszamegyünk az ICER-be, és felhívjuk a svéd nagykövetséget, hogy valahogy intézzük már a Gyökeres Viktort, azért honosítsuk. És ugye, ez a baj, már nem lehet. De lehet. De nem lehet, mert miért van nem? Valami olyan szabály, hát vagy kettő most évet éveket kell hagynia. Kéne. Hát jó, igen, de... benne vagyunk, kész. Ugye már 26 éves Gyökeres Viktor, és egyébként még 21. életéve előtt lehetett volna könnyen váltani, mint ahogy mondjuk a Négónál is ez megvolt, hogy ő egyébként ez már pályára lépett, ugye francia színekben, de még nem töltötte francia. Be azt. A Négó? Ja, Gyökeresnél leragadtam, bocsánat, igen. Hogy már pályára lépett, de hogy még nem telt el annyi idő, mert még nem töltötte be azt az életkort, stb., és akkor ugye könnyen át lehetett őt ugye hozni, vagy hát lehetett őt ugye honosítani, de Gyökeresnél igen, már az van, hogy éveket kéne ugye kihagyni. Mi és most 26 éves, tehát ő nem hiszem, hogy ezt mondom, azt fogja hogy más sajnos vállalni. Építő ötleteket adná, az előrébb lennénk. Ja nem, én mégis csak a realitást nem próbálom. Nem. Azt a trollfoci hallott, azt mondom, rég magunk mögött hagytuk. És szeretném megígérni a svédeknek, hogyha átjön hozzánk a Gyökeres Viktor, átadják, akkor ugye életünk végig azt a svéd húsgolyót fogjuk enni. Igen, meg a bútorokat fogjuk vásárolni. Veszünk Volvót, és ez a harmadik ez volt, hogy az IKEA bútor szerelés közben nem fogunk káromkodni. Az lehetetlen. Dicsérni fogjuk őket. Az első kettő még oké, de harmadik az megvalósíthatatlan. Gyere haza, fiatal. Viktor, hozzászól. Ha nézel ezt a podcastet, kérlek, igen, és a Nánási Sebastiánt is hoz magaddal, mert ő is elég jó. És ő még egy kicsit fiatalabb is egyébként. Hát jó lenne nagyon. Na, szóval Manchester, világot megváltjátok? Jönnek az eredmények, az újabb kupák? Már egyébként lenyilatkozta Amorim, hogy igazából most az, amit ő átvesz, az egy építkezésnek fogja majd fel, tehát hogy megpróbálja beépíteni a játékosokat. De mióta építkeztek, ő... Fritzi? Hát 8 éve, 10 éve. Mióta az öreg elment. Úristen. Ja. Az öreg elment, azóta építkezünk. Ten Hag is egy 600 millió fontot azért úgy elszórt. Hát drága az építőanyag sajnos. Plusz igen, infláció van. Kapott tehát... egy óriási lelépési pénzt is, 18 millió eurót. Úristen, fontot, eurót. Úgyhogy én nem tudom, hogy ezt kinek érte meg, hogy itt idehoztuk, mert semmi értelme nem volt igazából. Hát de nyertetek két kupát. Ennyi, ő is megmondom. De most ez a realitás, Prici. Egyébként a Premier League-ban az összes csapatnál nem tölthetett volna el edző ennyit, mint amit a Unitednél. Így van. De még a Debrecennél sem. Sőt, hát az igen. Az, hogy két és fél évig itt de van. De közben legendákat nyírtatok ki. Köszönjük szépen. Solskjaert, mindenkit. Ja, igen. Van Nistelrooynak egyébként én örültem volna, én hogyha marad. Én nem tudom, ami átvette ugye erre a pár mérkőzésre a Unitedet, és azt láttam, hogy volt végre játék, volt kreativitás a csapatban, szereztünk gólokat, megvertük a csapatokat, akikkel játszottunk, és tök jó volt, és szerették a közönség, tehát a közönség is szerette, mert már mikor még el sem kezdődött a mérkőzés, de már jöttek a hírek, hogy az ő nevét skandálják,
énekeket zengenek róla, és ez tök jó volt, tehát hogy úgy elindult vele valami, aztán most így mondták neki, hogy köszönjük szépen, meg ő sem vállalta volna egyébként, és azt hallottam, hogy ő neki az volt, hogy ő most ugye elmegy, de úgy érzi, hogy egyszer ide még vissza fog találni. Mint Lesszi. Igen, mint Lesszi. Én úgy érzem, hogy a Manchester Unitednek, a Fanny Szeroy olyan, mint a Fradinak a Máté Csaba. Szerintem meg inkább olyan, mint a Rómának a De Rossi. Hogy a De Rossit is, amikor ugye gázolt, elküldték a Mourinho-t, kinevezték a De Rossit, és akkor egyből volt egy ilyen felfutás, mert a pszichésen is valahogy van egy edzőváltás, akkor azért tud lenni egy ilyen hirtelen ugrás, és akkor hosszabbítottak is a De Rossival a szerződést, utána meg 3-4 meccs után úgy elküldték, de egy tehát nem akarok hasonlatokat mondani, de hogy nagyon csúnyán ugye kikukázták gyakorlatilag a saját legendájukat, és lehet, hogy tehát most Fanny Szeroy fejével gondolkodva azért ezt nem biztos, hogy megvárnám. Hát én kívánom, hogy ez történjen vele. Kívánom, hogy az AS Rómának, hogy rakják oda Tottit is, tehát edzőnek. Nem akarják elvileg a Tottit. Hát nem, Istenem, ne. A Chelsea-n ugyanezt csinálták ugye Lampard-dal, ő is Chelsea ikon. Sok ilyen példa, edzőként igen. Nem volt jó, mert ugye szerintem nagyon sokan abba a hibába esnek, így az ilyen Gerazoltán, hogy ha valaki jó focista volt, az jó edző is lesz, és ez szerintem nincs mindig. Így. Hát ez nincs, igen. Az Idan is azt mondta. Ja, jó edző volt. Jó, igen. De ő most pont munkanélküli, tehát nem tudom, hogy miért nem találta meg még őt valaki. Hát majd lehet. Mondjuk a Debrecen. Vagy a Kecskemét. Nyaralgat. Nézem mostanában az Instáját. De ő megteheti. Ő meg, igen. Te nyert pár BL-t, mit csinálja most? Ja, világbajnok. Ja. BL. BL, így van. Beszélgessük a BL-ről. Ötödik forduló alapszakasz, ugye folytatódik a BL, és egyből egy rangadóval készülnek itt nekünk. Liverpool, Real Madrid. Igen. Meg egyébként lesz Paris Saint-Germain Bayern München is a keddi napon, és a szerdai nap rangadója az meg a Liverpool Real. Hát ez egy klasszikus párosítás. Melyiket volt, fogod ugye közvetíteni? Én ezt az utóbbit, tehát a Liverpool Real, mert ugye az van szerdai napon, és hát ez egy klasszikus párosítás, ugye volt BL döntő is, ugye 2021-ben, ugye 3-1-re nyert a Real Madrid, ugye a Káriusz, hát az a felejthetetlen BL döntő. Hát hogyha nagyon kicsit elhalkulunk, még mindig hallani, hogy potyognak a könnyek. Szegény, de az a tipik, amikor már így ülsz, nézed, és sajnálod az embert, hogy lehet ilyen gólokat egy BL döntőbe. Azt a BL döntőt, még a Csepei Adriékkal néztük, és hát szegény ugye ott volt Liverpool mezbe, Liverpool bögréből itta a kis tejáját, meg minden is. Szegényt úgy láttam magam előtt így összeomlani teljesen. De való én is összeomlottam, basszus, mert nem szokkoltam egyik csapatnak sem, de az nagyon durva volt. Ott visszakapta a Liverpool Isztambult. Ott nagyon. Viszont Káriusz meg nem cseszett ki az élet, mert ugye ő meg megkapta utána Diretta Leót, tehát ugye azt a gyönyörű szép olasz műsorvezető hölgyet. Igen. Tehát, hogy ő neki ez így hát cserébe viszont karrier az. Hát Newcastle volt, azt hiszem, most egy ideig. Most törökben van, nem? Törökben van? Azt hiszem, igen. Nem tudom, majd megnézzük. Jó főtisztítünk, de nem látok, hogy Káriusz bejön ide. Ja. Igen. Na igen. És azt hiszem, hogy a 2000, lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy 2009-ben verte meg utoljára Liverpool a Madridot. Igen, azt igen. Hiszem. De akkor 4-0-ra talán. Tehát, hogy akkor... Egyre emlékszem, de egyre? Nem tudom, majd kijavítanak minket. Volt 4-0 Liverpool. Mire számítotok? Hát én igazából arra, hogy ugye most a Madridnak az annyira nem megy. Szerintem most a Liverpool ez be fogja húzni. Hiányzó is sok, ugye sérült. Nagyon. Igen. Még én nem is utálom a Real Madridot. Szóval remélem a Liverpool be fogja ezt húzni, úgyhogy meg szerintem nekik is áll a zászló. Jól is mennek most. Tehát a 100%-os csapata. Az egyetlen 100%-os a BL-ben. A Real meg ugye most az eléggé botlatozik, de az meg a Real Madrid ugye, és ők meg arra is képesek, hogy 85-ben megfordítják a meccset, szóval. Igen. Picit ott most hangos ott minden Madridban, nem? Most ugye becsúszott az El Clásicón a vereség. Kikaptak a Milántól. Aztán nekijártak hisztízi, mint a kisgyerekek basszus, hogy nem megyünk el átvenni egy vagy nem aranylabdát, igen, tehát mivel nem kapjuk meg, ezért oda igen, sem megyünk. Igen, de azért mennyi oda tapsolni, baszki, nem? Ja. Szerencsétlen Butragányot oda küldik, hogy tapsolgasson egyedül. Na mindegy, szóval ez nem volt jellemző a Reálra, és így nem tudom, Ancelotti is így, nem tudom, nekem fura mostanában az öreg, mint a Rossi, de hát ez lehet, hogy ez ilyen olaszos mentalitás.
Hát figyelj, nem tudom, hogy most ebben mennyi az ő felelőssége. Inkább az, hogy ugye jött Mbappé, nem igazán lehetett, vagy hát szerintem még úgy igazából mindig nincs meg az, hogy őt hogyan kéne ebbe a játékba beépíteni, vagy a játékot ő hozzáigazítani. Tehát ez megint egy nézőpont kérdése. Illetve az ő érkezésével lett még egy ember, aki nem védekezik. És a mai labdarúgásban már nem engedhető meg az, hogy két játékosod nem védekezik. Mert se a Vinicius, se ő nem megy vissza. És a Bellingen... Hát igen, meg a Bellingen az, aki futkos, állandóan össze-vissza keresztbe kasul a pályán, mert ő próbálja valahogy ezt a két embert kompenzálni, de hát nem lehet. Ugye nincsen Toni Kroos, tehát ez de kvázi egy olyan, mintha a csapatnak a központi idegrendszerét így kiszakítottuk volna. Tehát őt sem, tehát nem is érkezett, ugye, nem is igazolt a Reál az ő helyére se senkit. Modric is megy lassan? Hát Modric 39, tehát ő azért már nem egy 90 perces játékos, úgyhogy szerintem amúgy januárban igazolni kell, mert ugye Éder Militao Carvajal keresztalagszakadás, Rodrigo is sérült most, tehát szóval van baj. Van baj, úgyhogy szerintem is a Liverpoolnak áll inkább a zászló, mert ők viszont nagyon jól mennek. Tehát... Meg hazai pálya előnye. Hazai pálya, Premier League-et is vezetik, úgyhogy... Igen, szerintem is. Jó, de Kárgók szerint ott van egy szobasztója, aki úgyis szét fogja cseszni ezt az egészet is. Igen. Hát, meg most hát is már ha egyáltalán játszik, ugye, mert hát már kiszorult, ugye, kezdőből. Nem, szerintem ez azért, véleményem szerint, ez csak azért van, mert rengeteg meccset játszanak, aztán rotál az Arne Slot. Szerintem igen, azért beállítgatja meg, ugye az első pár meccsen 90 percet tolt végig. Hát az első nagyon sok meccsen. Igen. Szerintem most rotálás van, de hát aztán nem könnyen tudom. Lehet. Mondjuk nem ugye a Curtis edző. Jones, aki a posztrivális, a kvázi ugye Szoboszlainak, ő nagyon jól játszik most, és ugye az angol válogatottba is már behívót kapott, be is mutatkozott, úgyhogy azért ott vele azért meccselni kell majd valószínűleg edzéseken, hogy... De amúgy lennék Arne Slot helyébe basszus, hogy két ilyen játékosom van egy posztra. Ja, mondjuk neki azon... aztán van mindegyikre kettő. Igen. Jól össze van rakva ez a Liverpool, én úgy gondolom, úgyhogy... Jó, nincs ilyen probléma egyébként. Ezzel, én nem hogy... számítottam, hogy ennyire menni fog már így az elejétől kezdve nekik a játék is. Gyakorlatilag, hogyha nem tudnám, hogy ki van cserélve Klopp. Így van, mint hogyha ugyanúgy menne, ugyanabban a kerékvágásban az egész. Igen. Na hát jó van, gyerekek, ennyi volt a mai, nem? Hát köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönök szépen mindenkinek minden hozzászólást. Ti pedig írjátok meg kommentbe, hogy mi legyenek a témáink, ha van kérdésetek, szintén tegyétek fel, és további szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!